Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Megújult a Szent Anna Székesegyház orgonája, amely ezután már a spanyol trombita és az oboa hangján is megszólalhat, hiszen két új hangszint kapott a hangszer. A bővítéssel egy régi álom vált valóra, ami azt jelenti, hogy versenyhangszerré vált a Székesegyház orgonája. A debreceni Szent Anna Székesegyház hangversenyorgonája 1993 óta tölti be dallamokkal a templom falait. Elődjeinek szekrényét még ma is őrzi a hangszer. Az orgona 2006-ban kapott egy nagyobb karbantartást, 2017-ben pedig elindult egy bővítési folyamat. Jelenleg a hangolás és a tesztüzem zajlik. A hangszer a bővítés során két új hangszint kapott. Egy látszik is nagyon gyönyörű kivitelezésben vörös réz trombiták, amely a homlokzaton foglalnak helyet. Ezt spanyol trombitának nevezzük, és van egy másik regiszter, ami főleg a romantikus darabokban játszik nagy szerepet, az az oboa, az a harmadik manuál szekrényében, redőny szekrényében foglal helyet. Ezen túl még az orgona egy teljesen új elektronikát kapott. A hangzás ezáltal egyedülálló a környéken. A spanyol trombitának a beépítésével egy katedrális hangzást tudunk megvalósítani, amely Tiszántúlon nincs is más templomban, tehát egész Tiszántúlon egyedül nálunk létezik ilyen hangszín. És lévén, hogy székesegyház vagyunk, ugyan nem katedrális méretű a székesegyházunk, de mégis tulajdonképpen ezzel a hangszínnel a székesegyházoknak a hangvilágát megpróbáljuk ide is elhozni. Így szól a hangszer a kántor keze alatt. Az orgona szó nem csak ipartörténeti és művészeti szempontból jelentős, de nagyon fontos szerepet játszik a hitéletben is. Egy templomi orgonának a rendeltetése elsősorban nem az, hogy koncerteket tartsanak rajta, hanem hogy az ide járóknak a hitéletét elmélyítse, gyarapítsa, az éneklésüket kísérje. Tehát az elsődleges szempont mindig a hitéletben betöltött szolgálat, majd ezután következik a másodlagos szempont az orgonával koncerteknek a meghirdetése, illetve hát a koncert maga. Nem csak az egyházközség, de az egész egyházmegye a szívén viselte az orgona sorsát. Az egész egyházközség, sőt az egyházmegye felújítási alapjából is kaptunk jelentős támogatást, úgyhogy ilyen szempontból, mivel hogy székesegyházi orgonáról van szó, a debreceni nyíregyházi egyházmegye az a háttérország, fogalmazhatok így, amely a bővítésnek a hátterét alkotja. Az orgona bővítés összesen 15,6 millió forintból valósult meg. Ennek jelentős része a püspökség ön része, amit egy 3 millió forintos pályázati forrás egészített ki. De a hívek adományaként is számos felajánlás érkezett. A hangszert a járványügyi helyzet alakulásától függően a tervek szerint nyáron szentelik majd fel. Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából Palánki Ferenc a debreceni-nyíregyházi egyházmegye püspökének a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta. Ezzel ismerték el és köszönték meg püspök atya több évtizedes lelkipásztori szolgálatát, valamint a papnövendégek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenységét. Köszöntöm a stúdióban Palánki Ferenc püspök atyát, szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szépből gratulálok! Azt hiszem, nem csak a magam nevében, de a Debrecen Televízió közössége is, az egész város nevében mondhatom. Szépen gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és én is gratulálok szerkesztő úrnak a kitüntetéshez, amit szintén most március 15-éhez kapott. Püspök atya, köszönöm szépen, de most püspök atyáról lesz szó. Azért azt gondolom, hogy mindenkinek jól esik, hogyha nem csak helyben, nem csak a helyi szinten, hanem a magyar államiség észreveszi, hogy mit tesz az ember. És hogy a közösségért, a lelki nevelésért, és aztán szépen itt van az a fajta indoklás, hogy mi oknál fogva, de mielőtt még az okokról beszélgetnék, hogyan élte meg püspök atya ezt a megtiszteltetést? Hát mondhatom, hogy
nem e világi elismerésért végezzük a szolgálatunkat. Azt hiszem, mindannyian egy kicsit arra számítunk, hogy majd a szeretetünk, szolgálatunk jutalmaként a Jóisten fog majd megjutalmazni. De az e világi ilyen visszajelzés is nagyon jól esik. Eszembe jutott Hamvas Bélának az a gondolata, hogy a siker helye az utca, a dicsőségé meg a szíved titkos kamrája. Ha nevezhetjük ezt az elismerést sikernek, de mégis az, hogy egy közösség, a magyar nép, a magyar nemzet nevében kap valaki kitüntetést, akkor ez egy visszajelzés, ami talán, aminek a forrása talán az, hogy a Jóisten üzen, hogy jó úton járok, jó úton járunk, hogy továbbra is ezen az úton kell menni. Mégpedig azért, hogy azt a szolgálatot, amit Istentől kaptunk, az e világi nép, az Isten népe javára tudjuk folytatni. Úgyhogy nagyon megtisztelő és ez a kitüntetés, és nagyon köszönöm mindazoknak, akiktől kapom, illetve akiknek feltűnt vagy eszébe jutottam, hogy itt Debrecenben és hát az Egyházmegyében dolgozom és szolgálok. Középkereszt, de hogy püspök, hogy a fogalmazott, az a kereszt, ami a nyakában van. Azért ez egy kicsit nehezebb. Igen, mert ez a kereszt, ez azt jelképezi, hogy az Egyházmegyének a súlyát, nehézségét, a terheit hordozom, és amikor, hogy viccesen mondtam, hogy most szolgálatba helyezem magam, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben, tévéstúdió, templom, bárhol iskolában, tanórákon, bárhol beszélek, bárhol megnyilvánulok ezzel a kereszttel a nyakamban, akkor tulajdonképpen én az Egyházmegyét képviselem, az Egyházmegyét szolgálom, Isten népének teszek szolgálatot, és ez nem csak szűken azokra vonatkozik, akik római katolikusok és az Egyházmegyénkhez tartoznak, hanem ezt a szolgálatot, a szeretet szolgálatát, az Isten igéjének hirdetésének szolgálatát, ezt mindenki felé végzem. Az, hogy amikor mi a Karitászban segítünk, hajléktalanokat étkeztetünk, amikor ruhátoztunk, vagy bármi más módon segítünk, akkor mi nem kérdezzük meg, hogy milyen vallású az illető. És ez mind-mind kifejezi ez a kereszt, ami tulajdonképpen az Isten szeretetének a jele. És hát mi azért tiszteljük a keresztet, és azért viseljük a nyakunkban, hogy Isten szeretetét hirdessük. Mert ez nem a kivégző eszközt jelenti, hanem az Isten értünk vállalt és áldozatát, és annak a szeretetnek a jelét mutatja. Fölveszi püspök, hogy az önmagában hitvallás. Így van, így van. Ugye a papi tevékenység, hát 10 esztendeje, hogy püspökké szentelték. Igen, hát ez is egy érdekes és meglepő dolog volt számomra. Soha nem gondoltam, én amikor elhatároztam, hogy én mondjuk pap szeretnék lenni, és döntöttem a hivatás mellett, eszembe sem jutott, hogy én valaha püspök leszek. Mondhatom, hogy nincsenek különleges képességeim, olyan nagyon, hála Istennek, nagyon sok jó képességű fiatal, és persze az idősebb korosztályban is jó képességű papjaink vannak, Magyarországon is. Az biztos, hogy mondjuk így nem dicsekvésként mondom, de én nagyon szorgalmas vagyok. Tehát én tudok éjszakákat olvasni, tanulni, készülni egy-egy megnyilvánulásra, egy-egy lelki gyakorlatra, egy beszédre, egy prédikációra. Amikor a Kánoni Jogi Egyetemre jártam, akkor éjszakákat tanultam amellett, hogy plébános voltam. Tehát szorgalom az mindig is volt bennem, talán ezt a szüleimtől örököltem, de úgy egyébként semmi különleges képességemről nem tudok. Viszont az, hogy
16 éves papként Benedek pápa megszólított és üzent, hogy én legyek az egri segédpüspök. Ez nagy meglepetés volt számomra, mert azért 20-30 éves papság után szokták kinevezni a papokat püspöknek. És hát, hogy ennek mi van a hátterében, valószínűleg az, amit megemlítettek most itt a kitüntetés indoklásában is, hogy a papnevelésben végzett szolgálatom. Hát az egy nagyon szép hivatás, mert a jövőt építi az ember, az eljövendő papságot formálja, alakítja, és amikor én spirituális lettem, tehát lelki igazgató a szemináriumban, illetve két szemináriumban is, akkor én nagyon megijedtem ettől a szolgálattól, mert hát ez egy óriási probléma, hogy most volt olyan nap, hogy nekem négyszer kellett beszélnem a papnövendékeknek, és azért tudjuk, hogy a papnövendékek, hogy mondjam, kritikus hallgatóság, de hogy ez mekkora lehetőség, és akkor egy politikustól hallottam ezt, hogy ne a problémát lássuk, hanem a lehetőséget, és ez úgy megnyugtatott engem, hogy nagy probléma és rengeteg készületet igényel, hogy én akár négyszer is beszéljek egy nap a papnövendékeknek, de mekkora lehetőség, hogy én beszélhetek Jézusról, elmondhatom mindazt, amit én magam megértettem, befogadtam, felfogtam, és hogy ezt megoszthatom velük. Ez egy óriási dolog. És a másik, hogy láthattam azt, hogy hogyan nő föl ez a papi generáció, ez a nemzedék, hogy a Jóisten hogyan működik az ő lelkükben. Hát ez tényleg egy csodálatos dolog. Főleg úgy szólni fiatalokhoz, és tényleg azt hiszem, ez elvitathatatlan, hogy aztán ők ne elforduljanak, hanem mélyítve hitüket, odaforduljanak, és aztán 50-60-70 éves papságot megélhessenek. Igen, mert nagyon fontos dolga van egy papnak, nagyon fontos az, amit végez, hogy Isten üzenetét kell képviselnie, továbbadni a szavaival, tetteivel, a viselkedésével, és hogy milyen nagy felelőssége van a papnak, hát látjuk azt, hogy bizony nagyon sok bűnünk van papoknak, sok olyan, ami miatt esetleg a világ szemében hiteltelenek lettünk. Ez megújulásra van szükség, ez nagyon egyszerű, és amikor megújulásról beszélek, akkor ez egy... Nem ott kezdődik, hogy elkezdem sorolni, hogy kinek mi a bűne, és kinek miben kell megújulni, hanem elkezdem magamat megújítani. És valahogy azt érzem, hogy olyan könnyű rámutatni a papokra. Rengeteg sok becsületes, nagyon jó papunk van, de könnyű rámutatni egy-egy olyan valakire, aki elbukott és probléma. De azt észrevenni, hogy mennyi sok becsületes jó papunk van, akik ténylegesen az emberekért odaszentelték az életüket, elköteleződtek, és hogy mi, amikor a papnövelés szolgálatát végeztük, vagy végezzük, ezt tulajdonképpen mi azt szeretnénk elérni, hogy tényleg hiteles, elkötelezett, másokért élő, Isten szeretetét, Krisztus szeretetét képviselő emberek, papok tudjanak lenni. Na, ugye ez a munka spirituális. Amikor még spirituális volt lelkivezető a teológián, ez nem állt meg. Ugye az köztudott, nem egy, nem két olyan felvételt lehetett látni Püspök atyáról, amikor fiatalok felé szól, ugye a legendás, a tó tavon lévő csónakról való beszéd, a tavi beszéd. Vagy éppen most a debreceni szolgálat során, hogy mennyi figyelmet kapnak a fiatalok, tehát nem csak a papnövendégek felé, hanem a jövő keresztény generációja felé is nagy figyelemmel van. Igen, ezt sem kerestem, ezt a szolgálatot, de a püspöki karban, amikor bekerültem a püspöki kar tagja lettem, akkor Balázs Béla, akkori kaposvári püspök úr mondta, hogy az ifjúsági bizottság elnöki tisztségéről lemond, és engem jelöl meg utódául. Megkérdezte a püspökkar elnöke, hogy vállalom? Hát persze vállalom. És akkor utána Bosák Nándor püspök atya, aki szintén akkor már nyugdíjba készült,
mondta, hogy hát ő meg a hivatásgondozó bizottság elnöki tisztségéről, és engem jelölne meg utódául. Vállalom? Hát vállaltam ezt is. Úgyhogy országos szinten az ifjúság, a hivatások ügye is azért sok energiát felemészt, illetve sok helyen kell megjelennem, előadásokat tartani, programokat szervezni, de ezt mind nagy örömmel teszem, mert a jövőért dolgozom, dolgozunk. Sose volt az a kérdés püspök atyával, hogy jó atyám, miért pont én? Az, hogy miért pont én, ez olyan szempontból érdekes, hogy hálát ébreszt az emberben. Köszönöm, hogy arra méltattál engem, hogy színed előtt állhatok és szolgálhatok neked. Az, hogy ő arra méltatott, az ő titka, hogy miért pont én. Utaltam is rá, hogy sokkal tehetségesebb, meg talán mondhatom így, hogy sokkal jobb emberek, meg alkalmasabb emberek is lehettek volna. De mindig ott van bennem az, hogy Jézus tudta. Ő tudta, hogy miért engem, hogy miért erre, miért ezen az úton, miért ide Debrecenbe. Ez az ő titka, majd ha odaérek hozzá, megkérdezem, elbeszélgetünk róla, hogy lehetett volna ez másként is, de nekem nem ez a dolgom, hogy ezt vizsgáljam, hanem azt, hogy ahová állított, ott abból a helyzetből hozzam ki a legjobbat. Ugye elmentettem már Püspök atya, hogy például a Caritas esetében soha nem kérdezik meg, hogy ki milyen felekezetű. És ez Püspök egy erős köztudat, hogy nem kérdezi meg, csak odafordul. Az evangélium odaadása, továbbítása, átadása, az örömhír közvetítése, az mindenki. Igen, mert Jézus a szeretet parancsban azt mondta, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És nem azt mondja, hogy szeressétek egymást, ha katolikusok vagytok, ha reformátusok vagytok, ha hitetlen, nem hívők vagytok. Nem, szeressétek az embereket, és az emberekben engem szeressetek, és velem tegyetek jót. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, és azt nekem teszitek. Óriási feladat, és nagyon, nagyon szép dolog. És akkor most már egy közép kereszttel a Mellgason épül tovább az egyházmegye. Hogyan látja, és most bocsánat, ez egy szemtelen kérdés lesz, de mondjuk 5-10 év múlva hova látja a püspök atya az egyházmegyénket? Azt gondolom, hogy azokra hangsúlyokra, vagy súlypontokra, ahová szeretnék tényleg nagyobb energiát kifejteni, azok reményeim szerint megerősödnek. És itt az ifjúság nevelése, ha szóba került, akkor a szervezett nevelés, az oktatási intézményeink azok megerősödnek, még erősebbek lesznek, még magasabb színvonalúak lesznek. Szeretnénk olyan irányban fejlődni, hogy a jó pedagógusaink még jobbak legyenek. Legyen kedvük az újaknak, a felnövekvő generációnak a mi iskoláinkban tanítani, dolgozni. A gyerekeknek legyen kedvük nálunk tanulni. A szülőknek legyen kedvük a mi közösségeinkhez tartozni. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 5 és fél év alatt, amióta itt vagyok Debrecenben, elég sok mindent építettünk az egyházmegye területén. És ezek az építkezések, ezek folytatódnak, de szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni a lelkiségre, a közösségépítésre, az egy-egy egyházközségnek a megerősítésére, az emberek megszólítására. Annyi sok baj van, annyi sok nehézség most ebben a járványos időszakban, még inkább érezzük, hogy egymásra vagyunk utalva, hogy egyedül senki nem menekülhet meg. Mi szeretnénk azokat a közösségeket kiépíteni, ahol mindenki megmenekülhet, örök életet nyerhet. Hát ez így legyen. Sok erőt kívánok, és az Isten gazdag áldását hozzá. Köszönöm. Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Jézus így hívta meg az apostolokat szolgálatra, és így hív minket is. Máté evangéliumából szól a hívás Pap Tamás káplán tolmácsolásában. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent Máté könyvéből. A 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket.
Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus meghívja, föltámadt Jézus a tanítványokat, a 11 tanítványt a hegyre, és az a meghívás megvolt már az életükben is, amikor Jézus meglátta őket akár a halászháló mellett, akár a vámasztal mellett, és hogy csak annyit mondott, hogy jöjj és kövess engem. A meghívás az ő életükben ismét előjön, amikor elrendeli az Úr Jézus, hogy arra a hegyre jöjjenek, ahol ismét találkozhatnak vele. És ez a 11 tanítvány, amikor meglátják az ő mesterüket, leborulnak előtte, bár vannak, akik még kételkednek. És hogy a kételkedés nem baj, ahogy Tamás is kételkedett, hogy ő az a mester, aki föltámadt, ő az, akit mi követtünk. A kételkedés nem baj, hanem maradj meg abban a közösségben, amely téged megtart. Kételkedj továbbra is, csak maradj meg a közösségedben. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ahogy a Máté evangéliumának az elején is visszacseng, ez a kijelentés, a prófétai híradás, Emmanuel, amely azt jelenti, hogy velünk az Isten. Az egész evangélium e két idézet közé ékelődik. E szavak Isten titkát közlik, akinek az a neve, hogy velünk az Isten. Nem egy elszigetelt Isten, hanem aki velünk van. A mi Istenünk nem egy távoli, a magas ég rabságában élő Isten, hanem az emberért rajongó Isten, aki olyan gyengéden szereti az embert, hogy képtelen elszakadni tőle. Mi emberek képesek vagyunk megszakítani kapcsolatainkat, és lebontani a bennünket összekötő hidakat, ő azonban képtelen erre. Ő mindig velünk van, a világ végezetéig. Mert ő Úr, és megteheti azt, hogy mindig velünk legyen. Megteheti azt, hogy egy lépéssel közelebb lép, amikor jól megy a sorunk, amikor süt a nap, amikor sikerül egy vizsga, egy munkahelyi karrier befutja az útját, de megteheti azt, hogy egy lépéssel hátrébb lép, mert ő Úr. Ekkor érezzük azt, hogy beborult az ég, vagy nem úgy sikerült, ahogy elterveztük az életünket. De ő akkor is ott van mellettünk, mert én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És hogy a szívünket izzító szeretet, amely áthat bennünket, és hogy ösztönöz arra, hogy elmenjünk, és hogy az embereket meghívjuk, és hogy evangelizáljuk őket, és hogy menjek és zarándokoljak, és hogy találjam meg az én küldetésemet, és hogy mi is az én küldetésem az életben. Elsősorban és legfontosabb dolog az, hogy én tanítványán legyek. Hogy tanítvány legyek, és hogy küldetésemet teljesítsem ebben az életben. És hogy elmúlik az ég, elmúlik a föld, az emberi remények szerte foszlanak, de az Isten szava, amely mindent meghalad, sosem múlik el, és ő velünk levő Isten lesz. A remény keresztény jelképei között nem véletlenül szerepel maga a horgonynak a szimbolikája. Azt fejezi ki, hogy reményünk nem hiú remény. A keresztény reménynek ugyanis nem egy csábító jövőben van a gyökere, hanem annak bizonyosságában, amit Isten megígért nekünk és megvalósított Jézus Krisztusban. És hogy minden hivatás kezdete
egy köves engem, mellyel ő biztosít minket arról, hogy mindig ott jár előttünk, akkor miért félnék? A mi életünk le van horgonyozva a mennyben, és hogy mit is kell nekünk tenni? Belekapaszkodni a kötélbe, az, mert mindig ott van, hogy elérjük az eget. És hogy kövess engem, kövessük mindannyian, mert ő velünk van a világ végezetéig. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!